Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban tippeket adunk az anyáknapi készülődéshez, de régi rádiók működését is elemezzük majd, valamint rengeteg programajánló is lesz. Első vendégemet köszöntöm itt a stúdióban, Haraszti Bélát. Szervusz Béla! Szervusztok! Szerencsére elkezdődött a május, a jó idő még várat magára, de túrázásra vágyók szerintem ilyenkor sem rettennek el. Miket tudtok ajánlani esetleg a hidegebb tavaszi időkben, illetve már később, amikor már megérkezik a várva várt jó idő? Hát ajánlani inkább először kérek, hogy mindenkinek legyen kedve, igénye arra, hogy járja a természetet, gyalogosan kerékpárral vagy vízen, hajóval, mert abban is mi gazdagok vagyunk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. És másodszor pedig egy kicsit jó időt. Egy idézőjelben mondom, hogy jobb meteorológusokat, akik meg nem riasztják el az előrejelzéseikkel a túrázni vágyókat, mert akik régen túráznak, hogy mondjam, bigott turisták, természetjárók, ők már rendelkeznek olyan felszerelésekkel, ruházattal, ami megvédi őket a nagyobb eső ellen is. De akik el akarják kezdeni, és úgy megijesztik őket, hogy nagyon fog esni az eső, ők nem jönnek. De biztos vagyok benne, hogy azért vannak bevállalósabbak. Persze. Nem tudom, hogy hova érdemes elmenni. Mi az, amit javasoltok mindenképpen, akár mondjuk a kezdőknek? Hát a kezdőknek a gyalogtúrázást szoktuk javasolni, mert ugye azt szokták mondani, hogy a láb mindig kéznél van, és a legkevesebb befektetéssel gyalogtúrára lehet elmenni, mert egy hátitáskával, vagy hátizsákkal, vagy egy oldaltáskával, oldalzsákkal már egy egynapos, félnapos felszerelést el lehet vinni kényelmesen. Természetesen nem ajánljuk a nájlonzacskót, vagy a cekkert, ugye régebben ezek voltak, amiben a felszerelésüket viszik, hanem hát hátizsákot. Aztán itt a megyében szerencsére felkapottá vált a kerékpáros túrázás, a kisebb-nagyobb csoportok kerékpárral vágnak neki egy-egy félnapos, de olykor háromnapos kerékpártúráknak is. Mit ajánlasz egy ilyen kerékpártúránál? Most nem feltétlen arra gondolok, hogy ne városi krúzerrel induljon el valaki, bár gondolom akad ilyen bőven, aki bevállalja. Persze. De mi az, ami kötelező majd, hogy nem egy ilyen túránál? Bukósisak, mellény, miket javasoltok? Hát a kötelező dolgokat előírja a Kressz, tehát azokat a felszereléseket, ami a kerékpáron rajta kell, hogy legyen, azokat célszerű fölpakolni. Hát nagyon sokan megmentik, könnyítik a kerékpárt azzal, hogy ne legyen rajta sárhányó, meg ne legyen rajta egy-két dolog, de aztán, amikor egy vizes, ilyen esős időben, netán egy kicsit olyan, mondjuk azt, hogy autentikusabb tájon, ahol még a tehenet végighajtják az úton, eső után kell végigbiciklizni, jót tesz a sárhányó is. Hova szoktatok menni biciklitúrákat, hova szoktatok szervezni megyei szinten? Mostanában, hát egy olyan két évre visszanyúlóan a megyei fejlesztési ügynökség programjában az örökségturizmus, a templomok útja, lehet, hogy nagyon sokan hallották már ezeket a kifejezéseket, de interneten rákeresve rengeteg programot ajánl a fejlesztési ügynökség is, és természetesen a szövetségünk is, mert én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezeknek az utaknak a bejárására, tesztelésére minket kértek föl, olykor-olykor a túrák vezetésére is. Tehát ide ajánlom azoknak a, tehát ezeket a túrákat azoknak ajánlom elsősorban, akik szeretik a vezetett túrákat, szeretnek olyan helyekre menni, ahol megmondják nekik, nem idegen vezetők, hanem túravezetők, megmondják nekik, hogy miért megyünk oda, olyan tempóban viszik végig a tervezett útvonalon, ami hát elfárasztja, mert ugye a kerékpáros meg a természetjárás a sport, tehát elfáradni mennek oda az emberek, de ezen túl még a látványosságokat, érdekességeket, saját egyéni tapasztalatokat, anekdótákat is beviszünk ezekbe a túrákba, és egy kicsit úgy élménydúsabbá tesszük ezzel. A vízi szezon is elkezdődött, és nem feltétlen csak a csapadékos, zivataros időre gondolok, hanem akár tényleg a különböző kenutúrákra, vagy bármi ilyesmire. Mely szakaszokat ajánljátok, és szeretitek akár ti is? Tehát most a szövetségre gondolok, hogy szeretitek mondjuk Nagyarnál a túr szakaszt, vagy milyen kedvelt rész? Igen, hát ez megint csak felkészültség és idő kérdése, mert akinek van ideje, és sajnos egyre kevesebb embernek van, egy-egy hosszú hétvégénél hosszabb ideje arra, hogy a Tiszán végig túrázon, akár Tiszabestől Tokaig, az 200 km, és akkor itt most beugrik egy dolog, hogy pünköskor jöhet velünk
pünkösdi királykodni, bárki egy kicsit virtuskodni, mert a Pedagógus Természetbarát Egyesületnek van egy rapid Tisza-túrája, ami hát egy teljesítménytúra, vízi teljesítménytúra, Tiszabecs-Tokaj 200 km, és 48 órán belül, aki ezt végigevezi, kap egy oklevelet és egy kitűzőt, és természetesen büszke magára. De a nemzetközi Tiszatúrát is ajánlom, ez július második felében van. A kezdőknek csak a magyar szakasz, Tiszabecstől Tokaig, akik már jártasabbak és voltak kicsit vadabb vízeken, gyorsabb, hullámosabb, kanyargósabb vízeken a Hernádon, Sajón, nekik ajánlom a felső tiszai szakasz, Bustyaházától Tiszabecsig, mert ugye 2004-től Pustyaházáról indítjuk hivatalosan a nemzetközi Tiszatúrát, és hát sajnos csak Tokaig tart. És akkor itt megragadom az alkalmat egy kis propagandára, hogy most az évben, ebben az évben rendezzük a 49. nemzetközi Tiszatúrát, és már ugye jövőre lesz az 50. Gondolkodunk azon, hogy egy kicsi retro dolgot is belevinnénk, egy kis vászonsátrat, vászonkajakot, másfajta kenukat, kajakokat, amivel régebben is túráztak, és szeretnénk, hogyha megjelennének olyan, hát most már erekék, amik az eddigi Tiszatúrákon jelképek voltak, és a nevezési díjból jelentős kedvezményt fogunk adni azoknak, akik bemutatják ezeket a dolgokat. És bocsánat, hát csak jelezték a kollégák, egy perc van, és szeretném, hogyha esetleg biciklitúrát is ajánlanál, hiszen vizes túrákat júniusra, júliusra ajánlottál. Kerékpáros túrátok lesz a közeljövőben, amit már szívesen ajánlasz a nézőknek? Hát megmondom őszintén, most egy időpontra nem készültem, de szinte minden hónapban van a fejlesztési ügynökséggel közösen rendezett kerékpártúránk. Ez most is volt. Pár nappal ezelőtt Kárpátalján volt egy csapat, mert ugye itt is bevezettük azt a rendszert, mint a gyalogos meg vízitúráknál, és hogy mi hazatúrázók vagyunk. Egyrészt hazatúrázunk a határon túra, szatmári részekre, a Párciumba, illetve a Bodrog közbe, illetve onnan pedig vízzel vagy vízen is hazajövünk Magyarországra. Tehát én ajánlom mindenkinek még egyszer az örökségturizmus, vagy a templomok útja, középkori templomok útja, vagy a tirpakturista.hu a megyei szövetség honlapján a túrakiírások menüpontot, és aki velünk szeretné eltölteni a hétvégi vagy hosszabb szabadidejét, nagy szeretettel várjuk őket. És igazából egésznapos kikapcsolódást, látványosságokat ajánlottok. Én köszönöm szépen, Béla, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ajánlottál nekünk sok érdekességet. Most pedig egy összefoglalóval készültünk önöknek. Elkezdődött a következő évad első előadásának olvasó próbája a Móri Zsigmond Színházban. A Hello Dolly után ismét Szente Vajk rendez a Nyíregyházi Teátrumban, a következő percekben ezt is megismerhetik. A Sherlock Holmes Don Quixote-kor őrszámcsopán, a Watson mellett Daisy a mosogató lány súrolja a padlót, mint az életem múlna rajta. Az utcára néző ablakon át halljuk a mocskoköveken zörögve suhanó lovaskocsik hangját. Watson a közönséghez beszél. Egyszerű, mint a bot, mármint az, ahogy történetünk kezdődik, konkrétan egy bottal, amit ismeretlen látogatunk felejtett a házban, mégis az ősi mondák labirintusához hasonlóan az ösvény elvezett jóbarátság Sherlock Holmes pályafutásának legnagyszerűbb és legvérfagyasztóbb esetén. Aminek a végkifejlete vakmerő győzelem lett, és megerősítette rajongásomat a legnagyobb férfira, akit valaha ismertem. Mrs. Hudson, a jókedélyű házvezetőnő jön a bottal. Mrs. Hudson. Ó, Dr. Hudson, nézze ezt a botot. Tegnap este felejtette itt az úr, miközben önök az operában voltak. Elkezdődött a Sherlock Holmes a Sátán kutyája című darab olvasópróbája. Az előadás rendezője, Szente Vajk, igazán progresszív gondolatnak tartja a Nyíregyházi Társulat részéről, hogy színpadra állítja a művet, ugyanis véleménye szerint a Sherlock történetek felfedezetlen terepnek számítanak a teátrumok világában. A krimi izgalmas cselekményt és rengeteg humorforrást ígér. Sherlock Holmes én szerintem már közkincs, és éppen ezért nagyon furcsa volt, hogy amikor elkezdtünk darabokat keresgélni, akkor arra jöttünk rá, hogy színpadon mégsem az. És én szerintem egy nagyon progresszív gondolata a Nyíregyházi Színház részéről, hogy Sherlock Holmes-t fölteszi színpadra. Sir Arthur Conan Doyle világhíres detektívéről van szó, aki azt is mondhatnám, hogy megreformálta
a nyomozónak a képét, de szinte inkább azt mondom, hogy megteremtette. Azt lehet mondani, hogy azok a nyomozók, detektívek, akik most láthatók televízióban vagy filmvásznon, mind ebből az alapból táplálkoznak, úgyhogy a krimi balettje, hogyha így fogalmazhatok, akkor Sherlock Holmes. És a Sátánkutyája valóban az egyik legismertebb krimi, amit valaha írtak. És ezt egy Ken Ludwig nevű, nagyon A-osztályos, nagyszerű szerző írta össze 5 színészre. Úgyhogy az előadás különlegessége az lesz, hogy mindösszesen 5 színész fog eljátszani ezt a történetet úgy, hogy egy nagyszerű kolléga játsza Sherlock Holmes szerepét, egy másik Watson doktor szerepét, és egy másik 3 színész, 2 férfi és egy nő pedig a történet összes többi szereplőjét. Talán az az oka, hogy keveset játszanak Sherlock Holmes témát, mert a regényeknek nagyon sok szereplője van, és éppen ezt hidalját Ken Ludwig azzal, hogy 5 színészre írja össze. Ennek a darabnak is van szerintem kb. 35 helyszíne, amit természetesen mindegyiket meg fogjuk alkotni a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színpadán. A színházi darab különlegessége tehát ez lesz, hogy a főszereplő Sherlock Holmes és segédje Dr. Watson mellett mindössze 3 színész alakítja majd a többi szereplőt. A nyíregyházi előadás főszereplője Horváth Sebestyén Sándor, aki arról is mesélt, hogy a környezete szerint igazán testhez álló szerep számára Sherlock Holmes karaktere. Nem voltam olyan nagy rajongója, 1-2 meg volt. Gyerekkorom nagyon régen, úgyhogy most ezeket fel kell majd újra frissíteni. De nagyon vonz mindenfajta szempontból a krimi, mint műfaj maga. A színpadon összesen 35 helyszínt mutatnak be az előadás alatt. Szente Vajk legutóbbi és egyben első nyíregyházi rendezése a Hello Dolly című musical volt, amely az évad utolsó bemutatójaként igazi közönségkedvenc lett áprilisban. A következő évadban újít a színház vezetése, a próbák nem augusztus végén, szeptember elején kezdődnek majd a nyíregyházi teátrumban. Korábbi évadokban ez volt a megszokott, hogy az első bemutató az évad elején kezd el próbálni. Én átgondoltam ezt a dolgot, mert úgy éreztem, hogy túl kevés szabad napunk van bérletszünetes előadások bemutatására, és egy megoldást találtam, hogy a május hónapban, ami a korábbi években egyáltalán nem volt próbaidőszak, hamarabb elkezdjük a próbát, és ennek a előrehozott próbakezdésnek a segítségével egy hónappal korábban meg tudjuk tartani az első nagyszínpadi bemutatónkat. Ugye a következő évadban ez szeptember 9-ére van tervezve, Sherlock Holmes Sátánkutyája címen fogjuk bemutatni. Ez a mostani évadban október 8-a volt, tehát egy teljes hónapot nyer vele a színház. Még egyszer mondom, tehát több bérletszünetes előadás lehetőségét adja meg ez a következő évadban. Így a 2017-2018-as évadban az első bemutató, a Sherlock Holmes a Sátánkutyája című előadás szeptember 9-én lesz. Ezzel egy teljes hónapot nyer a színház, amely időszak alatt bérletszünetes produkciókkal készül majd a társulat. Fehér borok, színes kultúra, ez Tokaj, ahová jövő hétvégén is érdemes ellátogatni, de hogy miért, a részletekről beszélgettek a Tokaji Múzeum és a Világörökségi Bormúzeum vezetőjével. Köszöntöm Nagyné Bősze Katalin, szervusz! Szervusztok! Jó régen voltál már vendégünk, de újra elérkezett a pillanat. Mikor és mivel várjátok majd az érdeklődőket, kikapcsolódni vágyókat, vagy éppen éhes kikapcsolódni vágyókat? Igen, mi úgy próbáljuk invitálni a vendégeket, hogyha lehetséges, most Tokajban üres gyomorral érkezzenek, hiszen én már második alkalommal sikerül Tokajba megszerveznünk a nagy múltú kóstolja meg Magyarországot. Úgyhogy mellé is tettük, hogy Tokajban. Tehát Tokajban kell megkóstolni, oda kell érkezni, egészen pontosan a Fesztivál Katna parkolójában adunk helyet ennek a rendezvénynek. 18 főzőcsapatot várunk, 18 főzőcsapat érkezik. Csak és a Borvidékről, bocsánat, vagy máshonnan nem, is? Nem, éppen ez, hogy sikerült a úgymond történelmi Magyarországot lefedni, ugyanis a Vajdaságtól kezdve a Felvidékig érkeznek hozzánk csapatok. Aki emlékszik erre a rendezvényre, hogy nagyon sokáig szerveztük egy másik helyszínen, azok biztos, hogy ismerősként fogják üdvözölni a csapattagokat, ugyanis ugyanazok a kedves arcok, ugyanazok a kedves főzőcsapatok természetesen a Tokaj-hegyaljai hegyvidéki területtel kiegészítve, és a tokai csapatokkal kiegészítve. Milyen különleges, esetleg helyi finomságokat fogtok kínálni, ami mondjuk tényleg a Tokajra vagy a Borvidékre jellemző? Biztos van ilyen étek?
Nem is az ételre fektetném a hangsúlyt, hanem a borokra. Ugyanis az alcíme is ennek a rendezvénynek most már az, hogy ízek, borok, hagyományok. Tokaj, Tokaj hegyvidék, azt hiszem bor nélkül tőlünk nem lehet elmenni. Úgyhogy próbálunk minél több boros pincét, pincészetet kicsábítani a területre, de ha nem is érkeznek ki hozzánk, akkor benn a pincészetükbe, tehát a rendes helyükön is meg lehet őket találni, és így a kínálatukkal csatlakoznak a rendezvényünkhöz. De azért Tokaj halászleve, vagy a marha pörköltje, vagy valami olyan finom, különleges, amit a tokaji gasztronómiát szerető emberek készítenek, azért a saját ízeinkkel is jelen leszünk. De itt lesz azért a karcai birka pörkölt, úgyhogy a dödölét sem hagytuk otthon, és számos-számos olyan íz, ami hozzátartozik mind a népi kultúránkhoz, és hagyd tegyem hozzá a mai modern világhoz is, ugyanis egy kicsikét gondoltunk jelenleg most arra is, hogy a nehéz magyaros ételek mellett olyan, akik egy kicsit féltik a gyomrukat, vagy egészséges táplálkozás felé szeretnének hajlani, tehát lesz egy egészséges táplálkozás bemutató sátrunk is. De én biztos vagyok abban, hogy nem feltétlen csak erről fog szólni, mármint hogy a kulináris élvezetekről ez a rendezvény. Lesznek kísérő színesebb programok is? Őszinte leszek, nem készülünk nagyobb, jelentősebb, színesebb programmal, mivel a alcímünk harmadik része a hagyományok, ezért egy kézművesek utcáját fogunk berendezni, és inkább a kézműveseknek a termékeinek a készítési folyamatára próbálunk rávezetni, és ezeket próbáljuk bemutatni. Úgyhogy 10 kézműves érkezik, aki a kosárfonástól kezdve az ékszerkészítésig, és mindent próbálunk lefedni. És természetesen lesz egy programhoz kapcsolódó vásári vonalunk is, ahol a lekvároktól kezdve a mézig sok mindent meg lehet majd vásárolni. Azért nem ragaszkodunk és nem szervezünk ehhez a programhoz úgymond kiegészítő színpadi programot, mert tapasztaltuk, hogy itt a fő attrakció az a főzés. Az a főzés, és nem csak azért, mert szeretnék fogyasztani, hanem azért, mert meg akarják ismerni egy magát a készítőt, tehát a csapattagokat, meg akarják készíteni, ismerni, hogy hogyan készül az étel, és időnként azért is torlódik fel a sor egy-egy sátornál, mert úgy belemelegednek a beszélgetésbe a főzők és a kóstolók, hogy úgy kell kérni őket, hogy jó, de más is szeretné megkóstolni, inkább térjenek vissza, fogyasszák el. Tehát itt a közvetlen kapcsolatra szeretnénk a hangsúlyt fektetni, az, hogy igen, ismerjék meg ezeket az egészséges, hagyományos népi ételeket, amelyeket a csapatok elhoznak, és természetesen fogyasszák hozzá a mi hagyományos és nagyon finom tokaji borainkat. Mi várható még a közeljövőben Tokajban? Ha jól tudom, júniusban is lesz egy nagyobb programotok. Igen, úgy állítottuk össze a tavaszi koranyári programunkat, hogy az első az az ételről, a gasztronómiáról szóljon. De természetesen Tokaj városa inkább a borok városa. Úgyhogy a következő nagy attrakciónk június 9-10-11-e a bornapok, amikor hegyalja legfinomabb boraival szeretnénk megvendégelni a hozzánk érkezőket. És akkor már a 3 nap alatt már színpadi műsor és számos zenekar és együttes is föl fog lépni nálunk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor egy-két mondatban tényleg hagyj összegezzem önöknek is, kedves nézők, hogy miről is beszélgettünk. Tehát Kóstolja meg Magyarországot Tokajban címmel május 13-án, jövő héten szombaton lesz rendezvény a Katlan területén, tehát nehogy a főtérre gyülekezzenek, mert ott nem fognak főzni a csapatok, de a finom illatok után el lehet indulni majd a Katlan felé. Köszönöm szépen még egyszer Nagyné Bősze Katalinnak, most pedig egy különleges táncrendezvénynek az összefoglalóját láthatják. A Magyar Állami Népi Táncegyüttes látogatott Nyíregyházára csütörtökön, a megidézett Kárpátalja Hágókon, Innen és Túl című előadásukon stábunk is ott járt, erről láthatnak egy összefoglalót. Hey!
Megtelt a Váci Mihály Kulturális Központ nézőtere csütörtök este, a világhírű magyar állami népi együttes érkezett Nyíregyházára. A 14 muzsikusból és 24 táncos párból álló formáció megidézett Kárpátalja című előadását láthatták az érdeklődők. A néptánc az mindig is az életem része volt, már 4 évesen kezdtem el néptáncolni az óvodában, és mindig csináltam mást is, zenekarba játszottam, vagy kórusba énekeltem, atletizáltam, sportoltam, de a tánc az mindig ott volt, és elvégeztem a Magyar Táncművészeti Főiskolát, utána a Honvéd Együttesbe mentem, és utána jöttem ide a Magyar Állami Népi Együttesbe. Nem egyszerű a bejutás a Magyar Állami Népi Együttesbe, hiszen komoly felvételi van, diplomához kötött, hogy valaki bekerüljön mind a tánckarba, mind a zenekarba. Tehát szükséges egy olyan fajta előképzettség, amely mind tánc technikai szempontból is, egy népzene repertoár ismeret szempontjából is. Tehát felvételit tartunk időnként, és azt hiszem, hogy a fiataloknak egész komolyan kapaszkodni kell, hogy a Magyar Állami Népegyüttes tagjai lehessenek. A táncokat minden esetben a hagyomány és a sokszínűség jellemzi. A különböző népek közös mozzanatai mellett a nemzeti sajátosságokat is bemutatták a színpadon. Együttes a táncház mozgalom hagyományára épít, újításként pedig különböző vetítésekkel színesítik a produkciókat, de a tánc, a zene, az ének és a jelmez harmóniája közösen nyújtják az egyedi élményt. Az együttes repertoárjában van többféle vidéknek, régiónak a táncai. Most már egyre többször kapaszkodunk olyan tájegységekbe, hogy egy-egy tájegységet mutassunk be. Ilyen például az Örök Kalottaszeg, amely Erdélynek a táncát mutatja be, ilyen például a Kincses Felvidék, amely Felvidéknek a táncát, és a mai előadás, a megidézett Kárpátalja, az például Kárpátalja sokszínűségét mutatja be. Tehát itt a ruszinok, az ukránok, a magyarok, a zsidók, a cigányok, románok táncai mind-mind megjelennek az előadásban. Az együttes vezetője úgy véli, azért is lehetnek már 65 éve sikeresek, mert az adott korok kérdéseit sikeresen megválaszolják a különböző koreográfiák segítségével. Mi is az a Kárpátalja? Hogy élnek ott emberek? Kik éltek ott? Milyen értékek halmozódtak föl? A történelmünknek milyen szerepe van Kárpátalja életében, vagy Kárpátaljának milyen története, vagy milyen szerepe van a mi történelmünkben. Lehet-e különböző nációknak együtt élni? Az ő együttélésük egymás kirekesztéséről szól-e, vagy inkább az elfogadásról és egymás értékeinek átadásáról? A produkcióban a magyar színpadi néptáncművészet történetében először láthatták a nézők egy keretben a keleti Kárpátokban és a Kárpátalján élő népek kultúráját. We'll be right back.